Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Tizenkét halasi művész, 12 halasi témájú alkotásával megjelent a 2020-as Kiskunhalasi Fali Naptár. A Fali Naptár 1200 forintos áron megvásárolható a Mappa papír, valamint a Gyöngy papír üzleteiben, továbbá a Bethlen Gábor téri Városmarketing irodában. Legyen ott az ön falán is ez a sok szépség! Fontosak a faültetések, Halas továbbra is zöld város szeretne lenni. Nagy lehet a kár, ha elfagynak, ideje gondoskodni a kinti vízóránkról és a kerti csapokról. 40 éves a Bóbita óvoda, együtt ünnepeltek az egykori és a jelenlegi dolgozók. Az erdélyi magyar irodalmat népszerűsíti, a fővárosban vehette el kitüntetését dr. Döme Otto. Köszöntöm nézőinket, a Halas Televízió hétfői hír összefoglalóját látják, kérem tartsanak velünk. Báró Kemény János emlékdíjjal ismerték el dr. Döme Otto munkáját. A Kiskunhalasi Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület vezetője a hétvégén a fővárosban, a MOM Kulturális Központban az Erdélyi Helikon íróinak ünnepségén vehette át az elismerést. A díjat az arisztokrata Kemény család alapította. Az elmúlt időszakban évente 2-3 személy kapta meg a világon, most dr. Döme Otto volt az egyedüli díjazott. Az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület vezetője az erdélyi irodalom népszerűsítését tűzte ki célul. Szeretnénk a fiatalokkal megismertetni ezt a különleges világot, és azt, hogy az erdélyi magyar irodalom méltó helyére kerülne a magyar irodalom történetben. Ez a díj számomra elismerése az elmúlt több mint 50 év munkájának, mondta dr. Döme Otto. Óvodások segítségével hársfát ültettek a halasi Semmelweis térre. Ezzel az akcióval is szeretnék felhívni a figyelmet a november elején indult országfásítási programra. Halason még idén az Esze Tamás lakótelepen és a Karacs-Teréz utcában is lesznek faültetések. Az Agrárminisztérium talán 2 héttel ezelőtt egy országfásítási programot indított el. Az ország környezeti állapotára jelentős hatással vannak az erdők, ezért indított el az Agrártárca a fásítási kampányt. Figyelemfelhívásként Halason a Semmelweis téren is elültettek egy hársfát. Az Agrárminisztérium azért indította most ezt az országfásítási programot, amely november elejétől a jövő év áprilisáig tart, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos fásítani. Ugye manapság nagyon sokat foglalkozunk a klímavédelemmel, ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy minél több erdőt telepítsünk. Ebben a programban az állami erdőgazdaságokkal közösen, az önkormányzatokkal, a településekkel is közösen nagyjából 550 hektárnyi erdőt fogunk telepíteni, ez körülbelül 2 millió facsemete elültetését jelenti. Ezzel növelni szeretnénk az erdőterületet, és megpróbáljuk a természetvédelmre is felhívni a figyelmet. De ettől függetlenül olyan programot is indítunk, hamarosan elérhető lesz az önkormányzatoknak, illetve civil szervezeteknek egy nagyjából 500 millió forintos forrás, amelyre bárki, aki erdőt vagy fákat szeretne telepíteni, pályázhat az önkormányzatok közül is, Kiskunhalas is azt gondolom, hogy fontos szereplője lehet ennek a programnak. Az erdők többféle szempontból is hasznosak, például a mezőgazdaságot is segítik a levegő párásításával. A megyében és Halas környékén is vannak még kihasználatlan területek, így az erdészek is a fásításra biztatnak. A telepítéseket szakmai előkészítés alapján lehet majd végezni, hiszen nem mindegy, hogy hová milyen fa kerül. Talajvizsgálatot kell végezni, el kell készítetni egy erdőtelepítési kiviteli tervdokumentációt, tehát meg kell nézni, hogy az adott területen mi az, ami számításba jöhet. Természetesen nagy illúziók nem lehetnek ebbe a térségbe, tehát nagy általánosságban az akác, a hazai nyárfajták, a fehér nyár, a szürke nyár, a jobb adottságú területeken pedig a kemény lombos fafajok jöhetnek szóba. A tölgy erdősítéseket emelném ki, de kőr is, juhar,
vagy ahogy a mögöttem látható a ház is illusztrálja, tehát egy picivel jobb adottságú területeken igenis az őshonos értékes fafajok felkarolása is számításba jöhet. Külön megjegyzem, hogy a támogatási rendelet a ritka elegyfajok, tehát az őshonos elegyfajok támogatását nagyon-nagyon komoly mértékben hektáronként közel 1 millió forintos bónusz támogatással ösztönzi. A Semmelweis téren a házfát a Szilárd Járon utcai óvoda óvisainak segítségével ültették el. Halason jelenleg körülbelül 25 ezer fa van. Továbbra is az a törekvés, hogy a város zöld város legyen, így például az öreg és beteg kivágásra kerülő fák helyett mindig újakat ültetnek. Nagy örömmel hallottam azt, hogy lesz lehetőség az önkormányzatoknak arra, hogy fásításra pályázzanak. Mindenképpen azt szeretném, hogyha a városunk is részt vehetne majd ezen a pályázaton, és remélem, hogy sikerrel fogunk tudni részt venni rajta, úgyhogy én örülök ennek a hírnek. Ugyanakkor nem állunk meg, és a pályázat nélkül is folytatunk fásítási munkálatokat. Még az idei évben az Esze Tamás lakótelepen a kiöregedett nyárfák cseréjére ugye már olyan tekintetben sor került, hogy ezek kivágásra kerültek, és most ősszel fogjuk pótolni a kiesett fákat, illetve a Karacs-Teréz utcában igyekszünk egy nagyobb fásítást megvalósítani még az idei évben, és bízom benne, hogy a következő évek is hasonlóak lesznek, tehát hogy fogunk tudni forrásokat átcsoportosítani arra, hogy tudjuk tovább zöldíteni a várost. Mint ahogy minden iskolai szünetben, a téli szünet munkanapjain is díjmentes étkezést biztosítanak majd a gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező rászoruló gyermekeknek. Halason a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok szülei már korábban megkapták a tájékoztatókat a szükséges tudnivalókról. Az érintett szülőket arra kérik, hogy még időben jelezzék vissza gyermekük étkezési igényét a családsegítő szolgálathoz. Ez azért szükséges, hogy az önkormányzati főzőkonyha fel tudjon készülni az igényekre. Itt a fűtési szezon így újra megjelenhetnek a trükkös faárusok, erre figyelmeztet a megyei rendőrfőkapitányság. Minden évben több tucatnyi embert tévesztenek meg a tűzifával házalók. Aki nem hivatalos árusító helyen szerzi be a tüzelőt, jó, ha elővigyázatos. Gyanús lehet például a túlolcsón kínált fa. A rendőrök azt tanácsolják, hogy előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, és lehetőség szerint kérjék egy tüzelőanyag vásárlásban már jártas szomszéd vagy rokon segítségét. Kérjenek mérlegelést egy közeli tűzéptelepen, és csak azután fizessenek, ha mindent rendben találtak. Az otthonaikban ne engedjenek be idegeneket, és ne az árusok előtt keressék elő a pénzt. Eljött a téliesítés ideje. A Kiskunvíz Kft. Szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad elhanyagolni a vízmérőórák és az aknák megfelelő betakarását, valamint fagytalanítani kell a kerti csapokat és a nyaralók hétvégi házak vízrendszereit. A kemény téli fagyok minden esztendőben nagy károkat tudnak okozni, a szétfagyott vízmérők miatt rengeteg víz el tud szivárogni, mire észreveszik. Ezek a vízmérők a tavalyi tél folyamán rongálódtak meg. A szigeteletlen vízmérő aknában a fagy felnyomja a mérők fedlapját, majd később az olvadáskor ezeken a réseken több százezer forintnyi víz el tud szivárogni, mire azt észreveszi valaki. Gavlik Tibor azt javasolja, már most takarják be a vízmérőket, és megfelelően szigeteljék az aknafedlabokat. Az aknáknak a nyílását kell először is úgy kialakítani, hogy ne tudjon lejutni a hideg, tehát legalább egy 10 centivel nagyobb legyen az akna földlapnak a mérete, mint az akna nyílása. Azon belül az aknába általában egy fóliát rá lehet tenni a vízmérőre, utána meg valami nagy kabát, dunyha, paplan, vagy ami nem használnak már, azt rátenni, és akkor gyakorlatilag ez bizonyos hidegig ez megvédi a fagytól. Hát azért mínusz 25-30 fokot már az sem bírna ki, de reméljük, hogy azért nem lesz annyira hideg. Ugyanilyen fontos a kerti csapok megfelelő fagymentesítése. Ebben az esetben legtöbbször a gondot az okozza, hogy az elzáró szelepet nem koppanásig zárják el. A téleni fagytalanításnál nagyon fontos az, hogy a fagycsapot teljes mértékben elzárjuk. Két végpont között nem lehet félúton hagyni, mert akkor látszódik jól a képen is, hogy a fagycsapnak az alján lévő szelep az engedi ki a vizet. Hogyha teljesen elzárom, vagy kinyitom, akkor viszont nincsen ilyen szivárgás, és akkor nem lehet
elszivárgott víz, vagy fölöslegesen kidobott pénzről szól. Füzesi Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyaralók hétvégi házak belső rendszereiből is ki kell engedni a vizet. A téli fagykár az megelőzése az nagyon fontos ezeknél a rendszereknél, hiszen utána egész télen ott szivárog a víz, amit utána majd csak tavasszal veszünk észre, és itt több száz köbméter tud elfolyni, ami igen vastag költségeket jelenthet. Úgyhogy itt nagyon fontos odafigyelni a kedves nyaraló tulajdonosoknak, vagy azoknak az ingatlan tulajdonosainak, amiket ritkán használnak, hogy legyen lefagytalanítva a teljes rendszer, illetve a rendszerből kiengedve az összes víz, mert különben, hogyha lefagytalanítom, és benne marad a víz, akkor ugyanúgy szét tud fagyni. A vízmérő és a vízrendszer nem megfelelő tériesítése miatt akár több százezer forintos károk is előfordulnak. Vannak olyan félmillió forintos vizek, meg 200 000 forintos víz, ami egyrészt nem csak a fagyatmérésnél, hanem bármilyen más csőtörésnél is előfordulhat. 40 éves a Halasi Bóbita óvoda. A születésnapot péntek délután együtt ünnepelték az intézmény volt és jelenlegi dolgozói. Még egy film is készült az elmúlt 4 évtized történetéről. Az óvodában 12 csoportban fogadják a gyermekeket, és a kezdetek óta nagy hangsúlyt kap a nevelési programban a néphagyományok őrzése. 4 évtizede a kurucvitézek terén épült fel Halas legnagyobb óvodája. A Bóbita óvoda 1979. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, és azóta sok ezer kisgyermek járt az intézménybe. Kezdetben a földszinten bölcsöde, az emeleten óvoda működött, majd óvoda lett az egész intézmény, pár éve viszont már újra fogadnak bölcsödéseket is. A 40. születésnapot közösen ünnepelték az egykori és a jelenlegi dolgozók, sokan érkeztek a meghívásra. Engem ez nagyon-nagyon meghat, és egész felfokozott állapotba kerültem, mert annyira jó olyan régi dolgozókkal találkozni, és nem csak nyugdíjasokra gondolok, hanem olyanokra, akik esetleg elmentek innen más városba, vidékre, másik óvodába dolgozni. Ez valami fantasztikus érzés, és nagyon-nagyon örülök neki. A születésnap alkalmából készült egy film, mely részletesen bemutatja az óvoda történetét, illetve a folyosón kialakították a Bóbita család, fát, melyen az intézmény nyugdíjasai szerepelnek. Egy ekkora intézménnyel komoly munka volt felkészülni a jubileumra. 1 évvel ezelőtt elkezdtük már azt a munkát a Margit segítségével, hogy összegyűjtsük, hogy egyáltalán kinek kell meghívót küldeni, kik jártak ide. Tehát ez egy nagyon nagy háttérmunka előzte meg, és akkor kezdtük el összegyűjtögetni, hogy mi az a sok minden, amit mi itt csináltunk. Igazából erről mi egy kis filmet készítettünk, ezt szeretnénk majd bemutatni. Nagyon-nagyon hosszú lenne felsorolni, hogy mi az a sok minden, amit mi itt véghez vittünk. Azt gondolom, hogy a néphagyomány ápolás az mindenféleképpen mindig meghatározó volt az intézményünkbe. Azóta is évről évre szövünk, fonunk, nemetelünk, ágyakozunk. A Bóbita óvoda korábbi vezetője is szívesen vett részt a születésnapi ünnepségen. Dr. Judák Imréné Rózsa néni adta át az óvoda vezetését, hisz 79-ben ő nyitotta meg az óvodát, és nagyon-nagyon szép és nagyon jó emlékeim vannak. Közel 30 évig voltam az óvoda vezetője, és nagyon jó volt az, hogy mindig együtt tudtunk gondolkodni a munkatársaimmal, és olyan dolgokat kitalálni, ami mindenkinek nagyon jó volt, és örömmel kezdtünk el tanulni abba az irányba, akár az Ivette, hogy mondta, a néphagyományokat, vagy a környezetvédelmet, vagy a testnevelést, tehát teljesen sokszínűvé tudtuk tenni így az óvoda életét. A Bóbita óvoda születésnapja kötetlen beszélgetéssel zárult, volt mit megbeszélni a jelenlegi és egykori dolgozóknak. Pár nap múlva pedig jön egy újabb születésnap, hiszen az Ady Endre utcai óvoda is 40 éves. Szalagtűzés és táncok. Emlékezetes szalagavatóval ünnepeltek a Bibó István gimnázium végzősei. Az intézményben 4 osztály fejezi be középiskolai tanulmányait. A végzős diákoknak az osztályfőnökeik tűzték fel a szalagot az aulában. A Várnai László díjat idén Szőnyi Borbála vehette át. Az ünnepség az iskola sportcsarnokában folytatódott táncokkal. A bált az angol keringő nyitotta, és a bécsi keringő zárta. Köztük ötletes produkciókat láthatott a közönség. A szalagavató táncokat Pont című ifjúsági műsorunkban láthatják majd az érdeklődők.
fa és forgács. Ezúttal könyvbemutatóval várja az érdeklődőket a Forrásúj Tükörklub. Vedres Ferenc a kötet egyik szerzője, Bánkuti Emese a könyv illusztrátora, és Kerpics Miklós előadó művész lesz a vendég. A program 19-én kedden délután 5 órakor kezdődik a Sétáló utcai közösségek házában. A következő Forrásklub is érdekesnek ígérkezik. November 26-án a tetoválás világába tehetnek kalandozást az érdeklődők. Most pedig egy-egy mondatban összefoglaljuk, mik voltak a nap legfontosabb témakörei. Fontosak a faültetések, Halas továbbra is zöld város szeretne lenni. Nagy lehet a kár, ha elfagynak, ideje gondoskodni a kinti vízóránkról és a kerti csapokról. 40 éves a Bóbita óvoda, együtt ünnepeltek az egykori és a jelenlegi dolgozók. Az erdélyi magyar irodalmat népszerűsíti, a fővárosban vehette el kitüntetését dr. Döme Otto. Kedves nézőink, hétfő esti hírösszefoglalónkat látták, érdemes lesz továbbra is minket választani, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, aztán a napi mozaik keretében a Forrásklubba látogatunk el, ahol legutóbb D. Nagy Lajos a Bikini Együttes frontembere volt a vendég, vele láthatnak majd egy beszélgetést. Hogyha friss hírekre kíváncsiak, akkor tekintsék meg weboldalunkat a halasmedia.hu címen, holnap 19 órakor pedig jövünk a friss híradóval, nézzenek bennünket akkor is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!